Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, és jó látni, hogy zsúfolásig megtelt a Dériné Kulturális Központnak a díszterme. Ez köszönhető annak, hogy kitűnő előadóink vannak. Kovács Zoltán barátom a kormány szóvivő. Megérdemli a hosszú tapsot, mert többször volt Karcagon, talán másfél hete volt utoljára itt a karcagi vadásznapon, akkor is nagyon jól érezte magát, és hát innen a környékről, Debrecenből származott Budapestre, úgyhogy kitűnő embereket küld ez az alföldi régió Budapestre. És hát az Európa Parlamenti képviselőnk fiatal, kitűnő szakember, Kavecsánszky Ádám, aki Európa Parlamenti képviselőnk lesz, mert mindenképpen a lista olyan helyén van, hogy bejutó hely, és ez rajtunk múlik, hogy az ilyen kitűnő fiatal szakembereket, harcosokat küldjünk Brüsszelbe, hiszen szükség van, mert Brüsszel kicsit már a bolondok házához hasonlít, és nem irigylem azokat a képviselőket, akiknek ott kell megvédeni a magyar érdeket, mert teljesen elszakadtak a valóságtól, és látjuk azt, hogy lehet, hogy azért is vagyunk most ilyen sokan, mert ahogy mondják, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, de az itthoni helyzet is nagyon fokozódik. Hiszen látjuk azt, és nem akartuk elhinni néhány évvel ezelőtt, annyi mindent nem akartunk elhinni, ami velünk történik. Nem akartuk elhinni azt, hogy egy világjárvány kellős közepébe találjuk magunkat, ahol kiárási korlátozások vannak, nagyon komoly egészségügyi karantén, és nem akartuk elhinni, hogy ez velünk megtörténhet. Majd következőnek azt sem akartuk elhinni velünk, hogy megtörténhet, hogy egekbe ugornak az energiárak, intézményeket kell bezárni, nem tudunk fűtésszámlákat fizetni, felborul a világrendje. És attól tartok, hogy a mai napig is nem akarjuk elhinni azt, hogy háborúba sodorhatnak bennünket. Mert azt gondoltuk, hogy a háború az csak a történelem könyvekben van, a háború nem itt van a közelünkben, de azt látjuk, hogy napról napra egyre közelebb jön. Nem csak a híradóba, nem csak az újságokba, hanem valami olyan dolog történik, mintha kollektíven a nyugati világ megbolondult volna, és sodor bennünket is a veszélyesebb időszakba. És a tegnapi esemény, amiről szintén nem gondoltuk volna, hogy a szomszédos ország miniszterelnökét lelövik. Ilyen talán itt a szomszédban, az első világháborúban, amikor a trónörököst lelőtték, Ferenc Ferdinándot, akkor történt ilyen, és akkor robbant ki az első világháború. Olyan dolgok történnek, ami azt gondoltuk, hogy velünk nem fognak megtörténni, csak nagyszüleinkkel, dédszüleinkkel, szüleinkkel. És hogyha nem leszünk józanok, és Magyarország kormánya nem lesz elég józan ahhoz, hogy Magyarországot meg tudja védeni ettől a háborús őrülettől, akkor lesznek olyan magyar politikusok, akik bele fognak sodorni bennünket. Hiszen láttuk a híradókban, még amikor Márki-Zay Péter miniszterelnök jelölt volt, azt mondta, hogy ha a NATO katonákat küld Ukrajnába, akkor nekünk is kell menni. Karácsony Gergely azt mondta, hogy Oroszországgal háborúban állunk. Amikor a Bridgewater mondta neki, hogy de hát ezt javítsa ki, mert nem igaz, de Oroszországgal háborúban állunk. Tehát a helyzet nem egyszerű. Nekünk, magyaroknak, magyar állampolgároknak józanul kell dönteni az Európa Parlament és az önkormányzati választáson, és arra kell biztatni a vezetőinket is, hogy ne törjenek meg, hiszen nyomás lesz Brüsszelben, nyomás lesz rajtunk Berlinben, Washingtonban, mindenképpen bele akarnak sodorni ebbe a nehéz helyzetbe. És nagyon örülök, hogy még ezt nem tudtuk, hogy amikor szerveztük ezt a mai fórumot, hogy nemzetközi kitekintést is kell tenni,
és Kovács Zoltánt azért hívtuk meg, mert ő a magyar belpolitikához is nagyon ért, de azt látom, hogy most nagyon szükség lesz rá az ő kombinatív éles látására, hogy egyáltalán mi a helyzet Európában és mi a helyzet a világban. Én örülök, hogy ilyen sokan eljöttek és eljöttetek, és annak örülök, hogy nagyon sok polgármester jelöltünk eljött. Én kérem azt, hogy biztassuk ezeket a jelöltjeinket, mert kitűnő emberek, kitűnően fognak bennünket képviselni, és kérném azt, hogy álljanak fel azok a polgármester jelöltek, akik itt vannak, Újvár Imre Tiszafüredről, itt van-e Imre? Szabó Tamás Kisújszállásról, hol vagy Tamás? Ott hátul. Balog Gyula Abátszalókról. Bári Ágnes Nagyiványból. Fótosné Ceglédi Zsuzsa Tiszaderzsről. Jobbágy Balázs Tiszaörsről. Magos Vilmos Túrkevéről. Itt van Farkas László Tiszaburáról, őt is köszöntjük. Szegediné Szabó Dóra Kúhegyesről. Balog Marianna Kumadarasról. Bankóné Jekli Anikó Tiszarofról. Barabásné Forgács Edit Kenderesről. Soltész András Tiszaszöllősről. Fodor Gusztáv Tiszaszent Imréről. És utoljára, de nem utolsó sorban, házigazda polgármesterünk Szepesi Tibor Karcagról. Köszöntöm a polgármester jelölteket, és köszöntöm azokat, akik segítenek nekik a kampányban, mert tudjuk azt, hogy egyedül gyengék és esendőek vagyunk, de a csapatban pedig erősek és legyőzhetetlenek. Mindenkinek sok sikert kívánok, és biztos vagyok benne, hogy egy jó hónap múlva mindenkit, mint újraválasztott, újból megválasztott vagy új polgármestert fogom tudni köszönteni. Hajrá Magyarország, hajrá Fidesz, csak a béke pártján. És átadom a szót Kovács Zolt, a Kalecsánszki Ákos képviselőjelölt úrra. Nagyon szépen köszönjük a megtisztelő lehetőséget, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt miniszter úr, képviselő úr, polgármester urak, hölgyek, polgármester jelölt hölgyek és urak. Nagyon jó itt lenni önökkel. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Mindig jó, Ötvös Józsefnek van egy olyan gondolata, hogy hasonlók társaságában nem vagyunk egyedül, és éppen itt Kovács Zoltán államtitkár úrral beszélgettünk a rendezvény elején, hogy Karcagra mindig számíthatott az ország, és hogy oly sokszor megmutatták már nekünk, a polgári közösségnek a karcagiak, hogy ha rajtuk múlik, mi nem leszünk egyedül, úgyhogy igazán jó itt lenni önökkel. Fiatal vagyok, és nem vagyok tökéletes, az egyik nagy hibám, hogy én még Karcagon nem jártam, úgyhogy, de azt már tudom, hogy fogok még jönni. Én még számolom az országjárásaimat, szerintem Kovács Zoltán már nem számolja, hogy ő hány alkalommal járta az országot és tartott lakossági fórumot. Egy igazán tapasztalt és fontos oszlopáról van szó a politikai közösségnek, ugye azért is, ez is a megtiszteltetés számomra, hogy vele is járhatom az országot. Tehát ez a második országjárásom, és arra gondoltam, hogy ezt a kis feliratot, ezt viszem magammal mindenhova. Nekünk Magyarország az első, és azért viszem magunkkal mindenhova, mert ez a felirat nem csak az én krédom lehetne, nem csak az itt a színpadon helyet foglaló krédója lehetne, és azoknak a hitvallása, akik a közönség soraiban ülnek, hanem ez az egész politikai közösségünknek, a jobboldali fideszes
polgári nemzeti keresztény közösségnek a hitvallása, hogy nekünk igenis mindig és minden körülmények között Magyarország lesz az első, és az azért is érdekes ez a pici felirat, mert hogy minden éven, hogyha emlékeznek, miniszterelnök úr tart egy évértékelő beszédet. És az évértékelő beszédet ő is annak rendje módja szerint egy ilyen pulpitusnál mondja el, és ez szokott itt lenni, vagy ez volt. Az idei esztendőben pontosan ez az egyetlen egy felirat volt itt a pulpituson, úgyhogy én ezt elhoztam magammal, és ezzel együtt barátságban, békében járom én is az országot. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetünk. Sok mindenről fogunk beszélni a mai este, komoly dolgokról is, de mégiscsak a legnagyobb érték az, hogy együtt lehetünk itt Karcagon, úgyhogy köszönjük szépen, hogy meghívtak és befogadtak bennünket, és akkor államtitkár úrral meg is nyitjuk ezt hivatalosan, ezt a lakossági fórumot. Olyan sokan vagyunk akkor a csapat, hogy egy nagy hibát elkövettem, hiszen Berekfürdőről Hosszú András polgármester jelölt urat nem köszöntöttem, pedig még itt a bejáratnál beszélgettünk is. András, légy szíves, állj fel, igen. Köszönjük. Lehet, hogy önkéntelenül azért, mert András már megnyerte a polgármester választást Berekfürdőn. Gratulálunk is, neki van néhány ilyen polgármesterünk, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell kampányolni, hiszen Európa Parlamenti és megyei választás is lesz. És most már tényleg Kovács Zoltán államtitkár úrnak átadom a szót. Jó estét kívánok mindenkinek, miniszter úr, polgármester, hölgyek és urak, kedves fideszes KDNP-s polgártársaink, vagy eszmetársaink. Nem is kell ezt nagyon ragoznunk, hiszen egymás közt vagyunk, és én azt gondolom, hogy minden ilyen eseménynek, minden ilyen találkozónak mindig is megvolt az értelme. Valóban nem számolom, hogy hanyadik országjárás. Én azt gondolom, hogy legalább 200-nál tartunk az elmúlt 14 évben, de valószínűleg inkább több. És nem hangulatkeltésként vagy magyarázatként szoktam mindig elmondani, hogy ezek mindig a leghasznosabb alkalmak. Nem nagyon volt olyan időmetszete az elmúlt 14 évnek, amikor valamilyen apropóból ne lett volna értelme annak, hogy találkozunk és beszéljünk egymással. Szerintem ismertek, ismernek engem eléggé, hogy velem például nyugodtan lehet, ahogy szoktam, hogy pacekból beszélni, tehát én nem szoktam félrebeszélni tévében sem, meg amúgy sem. És ezek az alkalmak, ezek a beszélgetések, ezek a találkozások mindig az őszinteségről is szólnak. Nem kell, egyetlen témát sem kell megkerülni. Az utolsó ilyen élményem, erről most két nap ezelőtt 16. kerületben voltunk először az Ádámmal együtt. Ott Kovács Péternél ugye rend van. Budapestben nem sok olyan kerület, illetve terület van, ahol olyan rend van, mint a Péternél van, és kívánom, hogy másnál is legyenek ilyen adottságok, ennyi munka és olyan keretek, amiben jól lehet politizálni. Szóval pont arról beszéltünk, hogy ugye volt ennek a mostani országjárásnak egy ilyen megelőző szakasza, hiszen már április-május fordulóján is volt egy kisebb országjárásunk. Akkor én azt hiszem voltam Sárváron, Szigetváron, Kabán, nem is tudom hol voltam még. És ahová megy az ember, az ország bármelyik szegletébe, pontosan tudja, hogy ebben a pici országban is mindenki picit mindig máshogy gondolkodik. Máshogy áll hozzá a dolgokhoz, mindegyiknek van egy sajátos adottsága. De a mi közösségünkben a végén mégis mindig mindenben egyetértünk, vagy legalábbis dűlőre jutunk az ország nagy dolgait, illetve a sorskérdéseket illetően. És akkor ugye volt egy hangulata, még akkor kezdtük el a kampányt, amiben sokkal inkább kellett beszélni arról, hogy mi történt velünk az év első néhány hónapjában. Most már azon lassan azt gondolom, mindenki túl van, egy elnök és egy miniszterasszonynak a lemondása, illetve elvesztése, az megviselt minket. Engem is megviselt lelkileg, mi tagadás. És nyilván úgy is terveztük, és úgy is van rendjén, hogy egy választásra újra kell egy sor dolgot gondolnunk. Fel kell rázni magunkat, nem csak a munka elvégzése meg a választási eredmény okán, hanem azért is, mert én azt gondolom, hogy a mostani kor, és direkt mondom, hogy nem időszak, hanem az a korszak, amiben vagyunk, az megkívánja, hogy ezeket a felrázó önmagunkat is egy kicsit újra megismerő vagy feltáró dolgokat újra és újra elvégezzük. És az ilyen találkozások, az összes ilyen fórum, ez kiválóan alkalmas erre. Lehet beszélgetni, van egy kicsi kontextus, tehát lehet egy kis keretet adni ahhoz, hogy mi miért történik, mi az értelme, el lehetett volna kerülni, ha nem lehetett volna elkerülni, akkor hogy kell csinálni, hogy jó legyen. És ezeket érdemes végigbeszélni, mert az ember lehet, hogy magában ezt tudja, meg magában elvégzi ezt a gyakorlatot, aki
jár templomba, van hite, az elszokta ezt végezni valamilyen formában, de sokkal hatékonyabb, hogyha ezt egy közösségben tesszük meg, és egymással is megbeszéljük. És lehet, hogy a tegnapi napig ezt egy kicsit súlykolni kellett, hogy most is van ennek értelme, mert minden választás miatt és előtt ezeket érdemes megcsinálni. Én azt gondolom, hogy minden túlzás nélkül mondhatom, hogy arra, ami a hátam mögött ki van vetítve, és talán azt javasolnám, hogy ha van automata formája, mehetnek nyugodtan körbe ezek a szlájdok, mert a téma adott, és úgyis nagyjából egészében erről fogok beszélni, de egy kicsit a szabadon, illetve majd az Ádám is fog ehhez kapcsolódni, szerintem a végén egy kis európai kitekintéssel. Tehát, hogyha lett volna kétségünk afelől, hogy mennyire sorsdöntő, vagy mennyire fontos, hogy ezt az előbb említett sorozatot, ezt az önmagunkba nézést, egymással beszélgetés, meg a tét kérdését végigvegyük, akkor a tegnapi nap történés az teljesen nyilvánvaló. Én nem vagyok összeesküvés hívő, és nem is fogok önöknek titkosszolgálati összeesküvésről beszélni, de ez teljesen nyilvánvaló, hogy még a szlovák viszonyok között is, hiszen most már lassan 20 éve zajlik egy folyamat, amelyben, és én ki ismerem mondani, az amerikaiak, a soroség, azok szisztematikusan verik szét a szlovák politikai közéletet, aprózzák el a pártokat, most is ugye talán 9 párt jutott be a parlamentbe, és 4 párti kormány van. Szinte lehetetlenné téve, és nagyon nehézé téve, hogy egy olyan egységes irányítás jöjjön létre, egy egyébként is kicsi és történelmi értelemben is kevés tapasztalata a bíró országban, amiből egyáltalán egy vezetőképes kormánykoalíciót, vezetőképes politikai jelöltet lehet csinálni. És az is nyilvánvaló volt, hogy a Fico ezt megtanulta. Mi is emlékszünk arra, hogy az elején velünk is voltak csörtéi, de hogy arra is emlékszünk, hogy az elmúlt 10-15 évben, vagy inkább 20-ban lassan, a Fico rájött arra, hogy bár a politikai értelemben a palettának talán a másik oldalához tartozik, hogy patriótaként és józanul gondolkodó, tulajdonképpen konzervatív gondolkodású emberként kell viszonyulni mindahhoz, amihez a szlovákoknak, vagy éppen a magyaroknak itt Közép-Európában viszonyulnia kellene. És ott én azt gondolom, hogy most már hónapok óta, sőt a kormányalakítás óta ugye az a hangulat uralkodik, amit ez a sorosféle, ugye Kaputova volt az egyik termékük, a mostani kifutó elnökasszony, 3 hónap alatt építették föl, verték szét a korábbi struktúrákat és csináltak belőle elnököt, hogy a vesztesek azok nem bírtak vele nyugodni abba, hogy a Ficóék, a 3 másik szövetséges párttal rájöttek, hogy ki kell lépni abból az ördögi körből, amibe kerültek, és egy fegyelmezettebb, nem a média nyomásnak, hanem ha úgy tetszik, a nemzeti érdeknek, a saját érdekének megfelelően működő kormányzatot kell összehozni, ami, hogy nem, pontosan ugyanazokat az elveket vallja, amit mi. Mert egy olyan közép-európai érdek van most fogható meg, amit sajnos a lengyeleknél reméljük átmenetileg elveszett, de az kézzel fogható, hogy a közép-európai emberek egy sor kérdésben, amelyekről az elmúlt országjárásokon sokat beszéltünk, ma is fogunk említést tenni, hasonlóképpen gondolkodnak, nem gondolkodnak úgy, és nem is fognak soha úgy gondolkodni, mint a nyugat-európaiak. És ennek, hogy mi együtt dolgozunk, V4-es vagy akármilyen más formátumban nem csak értelme van, hanem a sorsunkat, a jövőnket meghatározó értelme van. És így volt ez már a Covid előtt, a képviselő úr utalt azokra a megpróbáltatásokra, amelyek az elmúlt most már 4-5 évben érnek minket. Egy majdnem 10 éves, tulajdonképpen töretlen, de mindenképpen jól átgondolt, jó döntésekkel megtámogatott, jól végrehajtott, és szemmel látható fejlődés végén. Ez nem jelenti azt, sokszor elmondtuk, hogy mindent elvégeztünk, és nincs teendőnk, de ha valaki nyitott szemmel jár ebben az országban, pontosan tudja, hogy a 2010-ben ahonnan indultunk, meg ahol most tartunk, abban olyan látványos és szemmel látható változások következtek be itt Magyarországon, de hogyha az ember elmegy Lengyelországba, Szlovákiába, más közép-európai országokba vagy régiókba, ott is, hogy ennek az értéke az megnőtt. És a megpróbáltatások, amelyek értek minket, önmagukban a háború előtt is, a Covid, az energiaválság, az Unióban zajló, a nyugat-európai országokban és a brüsszeli vezetésben zajló, bohózatba hajló, de véresen komoly, ugyanakkor teljesen elfogadhatatlan új irányok, azok értelmezhetővé tették a közép-európai emberek hozzáállását a dolgokhoz. És akkor most itt van a háború, amelyhez a közép-európai államok mindig is máshogy viszonyultak, főleg amikor Kelet-Európában zajlott, mint a nyugatiak, mert itt a mi bőrünkről van szó. Arról van szó, hogy egy szomszédos országban zajlik egy háború. És nem lehet úgy elképzelni mindazt, ami ott történik, mint egy videójátékot.
vagy úgy, ahogy az Európai Parlamentben a hangadó szélsőséges balos pártok állandóan kiabálnak, mert abból a hangulatkeltésből csak olyan feszültségek vannak, aminek a végén a pisztolylövés van. És megölik azt az embert, aki nem azt mondja, amit ezek hallani akarnak. És ha valakinek kétsége lett volna arról, hogy személyesen is milyen tétje lehet egyébként egy politikai kampánynak, egy politikai kiállásnak, egy nemzeti ügy, a nemzeti ügyek melletti kiállásnak, akkor azt gondolom, hogy a tegnapi nap, ahogy miniszterelnök úr is ma utalt rá egyébként, az pontosan ezt lőtte keresztül. A szó átvitt, szimbolikus, de a szó szoros értelmében is. A Ficóra leadott lövések, azok szimbolizálják mindazt, ami, ha nem törődünk vele, nem beszéljük ki, nem beszéljük át, és nem erősítjük meg magunkat ezeket a dolgokat illetően, akkor ezek a feszültségek előbb-utóbb ilyen formában fognak kijönni. És én azt gondolom, hogy nekünk magyaroknak, de a közép-európai embereknek általában is a legelemibb érdekünk, hogy ez ne történjen meg. Mindenképpen el kell kerülni. És itt jön el a tétje annak, hogy amikor azt mondtuk, hogy az a tétje a választásnak, hogy aki a békére akar szavazni, a Fideszre kell, a Fidesz-KDNP-re kell szavaznia, ez a tét a tegnapi nappal azt gondolom, hogy mindenki számára, mint egy beleégve egyébként mindabba, amit gondolunk, tudunk beleégve a retinánkba, az most láthatóvá vált. Hogy ha nem foglalkozunk ezzel a dologgal kőkeményen, rendkívül mélyre tekintve, elemezve, újra és újra átgondolva ezt a dolgot, megerősítve magunkat, akkor a végén ez bekövetkezhet. Idehaza is bekövetkezhet. Még a végén talán kiderül, hogy nem is volt egyedül. Most amikor jöttem az autóban, látom, hogy a feleségét is elvitték, vagy bevitték kihallgatásra. Ez egy ukrán származású, vagy talán ukrán menekült asszony, aki nyilván hergelte otthon a férjét. Lehet, hogy csak egy önálló, egy őrültről, egy ilyen magányos farkasról van szó, de mivel évtizedek óta ismerik a szélsőséges nézeteit és a tevékenységét, ami mindenféle formában testet öltött, kötve hiszem, hogy a szlovák meg egy esetleg más titkosszolgálatoknak ne lett volna a látómezeiben ez az ember. Úgyhogy a mai alkalom az duplán is hasznos. Hasznos az legején említett, mint egy kötelező, illetve ilyenkor mindig egyébként is hasznos önmagunkban nézés, meg egymással való beszélgetés szempontjából. És a néhány, most már 2,5 hét múlva bekövetkező, vagy 3 hét múlva bekövetkező választás kapcsán is. Mert 14 évvel azután, hogy elkezdtünk kormányozni, azt gondolom, hogy számunkra még nagyobb tétje van ennek az egésznek, ami itt most következik. És a 14 évről is érdemes ezért egy kicsit beszélni. Itt ezek a szlájdok, hogy ki mit mond, és ki mit állít, illetve ki hogyan sodorna minket, vinne bele minket a háborúba, ezt gondolom, ezek magukért beszélnek, de néhány példát hagyd mondja. Ugye 14 éve kormányzunk, és ezek a szembenézések, vagy önvizsgálatok akkor is fontosak, hogy ha 4 évről 4 évre végezzük el, vagy 5 évente most már az önkormányzati választások kapcsán, hiszen számvetésnek mindig van ideje. Úgy megyünk neki a kampánynak, hogy végig gondoljuk, végignézzük, hogy mit értünk el, beszélünk az eredményekről, megfogalmazzuk az új célokat, és hát persze kicsit politizálunk is, ugye pont elmondtuk a miniszterelnök úr örökérvényű megállapítását az eredményekkel kapcsolatban. Mindig el szoktam mondani, hogy tulajdonképpen ez igaz most már 20 éve, vagy biztosan az első ciklus, tehát a 98-2002-es ciklus óta, de 2002 óta mindenképpen, hogy önmagában pozitív kampányt vinni, tehát csak az eredményekről beszélni, biztosan nem elegendő. Senki ne essen abba a hibába, hogy az emberek hálásak lesznek azért, hogy 4-5 év alatt milyen eredményeket lehetett elérni egy választókerületben, egy önkormányzatban, vagy egy önkormányzati választókerületben. Mi is csináltuk ezt Debrecenben, én 2006 és 2010 között voltam önkormányzati képviselő, egy majdnem 8000-es választókerületben. Tehát az ember tudja, hogy milyen igények vannak. Én pont az egyetemi és a város közötti kerületnek voltam egyébként a képviselője, tehát egy szimbolikusan is az egyetemet és a város összekötő választókerületben. És tudja az ember, hogy mennyi meló volt, meg milyen adottságok voltak, kergettek meg öntöttek le majdnem forró húslevessel a panelházban, meg futottam kutya elől, meg mindenféle ilyen dolgokat is csináltunk, meg persze voltak eredmények. De az eredményekkel kapcsolatban a miniszternek ugye azt mondta, hogy ami van, az nincs. És szerintem ezt mindenki érti. Ami van, az nincs. Az a munka, amit elvégeztünk, az néhány hónap múlva, vagy azok az eredmények, amelyeket letettünk az asztalra, az emberek élvezhetik, az néhány hét, néhány hónap múlva olybá tekintendők, mintha nem is lennének. Felújítottunk egy járdát, egy utat, lett egy új iskola vagy bölcsőde, az a következő évtől már magától értetődően van. De ugyanakkor nincs politikai értelemben, mert már azt nem mondhatjuk, hogy ez is volt, de persze volt, de akkor, és akkor mi lesz a következő? Tehát újra és újra végig kell gondolni, hogy
önmagában az eredmény nem fog nekünk segíteni, mindig kell politikát is csinálni. Saját magunk önazonossága szempontjából mindig el szoktuk végezni azt a feladatot, hogy megmondjuk, hogy ki vagyunk mi vagyunk a békepártiak ez esetben. Ki a másik, az ellenfél, aki ellen küzdünk, ők a háború pártiak, akik belevinnének. És el kell végezni azokat a szembesítéseket, beszélni kell azokról a problémákról, ami a politikának a lényegét, az értelmét megadják. És erre lehet felfűzni a következő ciklusok, évek célkitűzéseit. Ebből lehet, így lehet meghúzni vagy megrajzolni azt a kontrasztot, ami értelmezhetővé teszik, hogy miért dolgoztunk eddig, meddig jutottunk, miért dolgoznánk tovább, és miért érdemes ránk szavazni. És ezt a kontrasztot minden egyes választáskor meg kell csinálni. És ez nem fog menni szembesítés, időként negatív dolgok felemlegetése nélkül. És ez azt gondolom, hogy most különösen így van. Mert az év elejé óta tartó, talán mondhatom így is, hogy pici elbizonytalanodás, egy kicsit a 14 év fáradtsága, rutinja, mert sokan vannak közülünk is, még magunk is esünk abba a hibába, hogy néhány dolgot, amit végzünk, már ilyen rutinszerűen csinálunk, az rámutatott arra, hogy ezt nem szabad így tenni. És sokan féltek attól, vagy el voltak bizonytalanodva, hogy a lemondások, meg így ez a kis zavar, ami beállt körülöttünk, ez romboló hatású lesz, de én meg vagyok győződve, hogy pont az ellenkezője igaz. És a 16. kerületben is erről beszéltünk egyébként. Na, ha valamikor, akkor most van értelme nem csak hogy visszatekinteni, hanem saját magunkat megerősíteni abban, hogy amit elkezdtünk 2010-ben, egészen pontosan még 98-ban, és folytattunk 2010-ben, és amit az elmúlt 14 évben elvégeztünk, az nem, hogy nem semmi, hanem az igenis valami. Önmagában is valami, és az értelme is, a lényege és az értéke pont most nyeri el az értelmét. Adatot nekünk 2013-at mondjunk, ugye 2-3 év Rommel takarítás után, adatot nekünk 13-tól 19-ig nem egészen 6-7 év. Tehát még csak egy évtized sem. Még egy évtized sem. És nézzük meg, hogy hova jutottunk. Olyan eredményei vannak a magyar gazdaságnak, a magyar közösségeknek, a magyar emberekkel együtt folytatott munkának, ami magáért beszél. És ezt a munkát, ezt nem szabad hagyni, hogy megkérdőjelezzék, hogy elbizonytalanítsanak minket abban, hogy az elvégzett munka az értéktelen lenne, hogy elloptunk mindent, ugye most ez megy, hogy itt korrupció van is, hogy mindent elloptok, amit elloptunk, ami az elmúlt 14 évben történt. Aki itt az önkormányzatokban dolgozik, aki dolgozik a helyi közösségekért, választókerületi elnökként vagy képviselőként, az pontosan tudja, hogy hol van az a rengeteg energia, az a sok pénz, amit beruházásként, útfelújításként, iskolaépítésként, kultúrába, bármibe beletett forrásként elhelyeztünk, az itt van az emberek között, itt van önök között, itt van köztetek, és ennek van értelme. Már adottnak tűnik, mert már az elmúlt 4 évben, amióta kínlódunk a Covid következményeivel, az energiaválsággal, stb. Másszínek is tűnik, hogy volt egy ilyen konjunkturális rész. De itt megépültek a dolgok. Polgármester úrral volt alkalmunk megnézni itt van a Sámándob, minek volt egy kis hányattatott sorsa, és hogy azzal emlékszem, hogy a hatházi meg mindenki mekkora botrányt próbált belőle csinálni. Hát én azt tudom mondani, hogy irigykedem önökre, mert ilyen méretű és ilyen jellegű és minőségű, kulturális, illetve a hétköznapok életminőségét pozitívan befolyásoló beruházás, az a környezet, amiben el van helyezve, és az a lehetőség, ami abból megteremtődött, és a jövőre nézve megvan, az Debrecen méretű, meg még nagyobb városokban sem nagyon van meg. És ez a pénz, még hogyha egy kicsit újra rá is kellett költeni néhány milliárd forintot, az jó helyre került. Egy olyan közösséghez került, aminek tudjuk az önálló értékeit, hiszen járunk ide, már-már baráti társaságban járunk ide, tehát elfogultak is vagyunk, de ha nem lennénk elfogultak, én jártam erre eleget a 4-es főúton, még amíg nem volt autópálya, és emlékszem, hogy honnan indult Karcag és környéke, és hol tartunk most. Hogy honnan indult Debrecen is környéke, és hol tartunk most. Tehát ezek mind meg kell becsülni. És ahelyett, hogy elbizonytalanodnánk, én azt gondolom, hogy most tételesen, darabról darabra, tételről tételre végig kell nézni mindazt, amit végeztünk. Kontrasztba kell állítani mindazokkal, akik főleg 2010 óta mindent tagadtak. Mindent tagadtak. Mindent. Nem volt olyan lépés, erre mindig mindenki emlékeztesse magát, polgármestereknek, meg polgármesterjelölteknek szerintem nem kell, de érdemes emlékeztetni a saját embereinket, az aktivistáinkat, azokat az embereket, akikkel beszélgetünk, mindent tagadtak, amit mi csinálni akartunk. 2010 óta nem volt egy olyan ügy, nem tudnak egy olyan ügyet mondani a másik oldalról, amelyben egyetértettek volna velünk, vagy azt akarták volna, amit mi. Úgy, mit jelent ez? Hogy a nemzeti közösség, a helyi közösségek érdekében elvégzett munkát, azt nem ő, nekik köszönhetjük, talán még
részében sem, az önkormányzatokban azért ez egy picit árnyaltabban tűnik, ezt magunknak köszönhetjük, ennek a politikai közösségnek köszönhetjük, amely képes volt ezt megtervezni, felmérni, úgy eldönteni, hogy kivitelezhető legyen, és a végén megvalósítani. És akkor értelmet nyer megint minden. Különösen értelmet nyer annak a nyomásnak a fényében, és azért beszéljünk tényleg erről is néhány szót, csak azért közben, mert szemben besüt a nap, hogy ami a háború kapcsán az elmúlt most már 2,5 évben Brüsszelben és a nyugat-európai országokban zajlik, az viszont tényleg vérlázító. Ugye képviselő úr is utalt rá, meg én azt gondolom, hogy nem nagyon van itt olyan, akinek a második vagy az első világháborúban a hozzátartozói ne harcoltak volna, ne vitték volna őket utána el Málenki robotra, vagy nem mentek volna fogságba, vagy ne tűntek volna el. Tehát önöknek nem kell magyarázni, hogy a háború mit jelent. És a közép-európai embereknek, a közép-európai nemzeteknek a háborúval kapcsolatban egészen biztosan más benyomása van, mint a nyugat-európaiaknak. Nem csak azért, mert főleg a nyugat-európaiak miatt törtek ki ezek a háborúk, maradjunk ebben. És hogy a nyugat-európaiak sohasem tekintettek minket valódi partnernek, és ez mind a mai napig így van. Ádámnak sok sikert kívánok abban a küzdelemben, amelyben egyébként most már csak Dafke is oda kell menni, és az arcukba kell mondani, hogy ti nem néztek minket semmire, de mi sem nézünk titeket semmire. Ez a legjobb attitűd egyébként, ki kell őket nevetni, és azt kell mondani, hogy nézd magadra. Honnan indultál, nézd meg Párizst, nézd meg Londont, nézd meg, hogy néznek ki az utcáitok, és akkor gyere ide nekünk előadást tartani, ha itt voltál Karcagon, beszéltél a helyiekkel, és nézd meg, hogy ők hogyan élnek. Szóval a közép-európai nemzeteknek biztos, hogy mindig más viszonya lesz a háborúhoz, pontosan az első kézből, vagy generációról generációra öröklődő tapasztalatokból kifolyólag. Nem menjünk messze, mint 56. Itt az Alföldön, én 56-os megemlékezéseket, illetően az 50. évfordulón Debrecenben nekem volt a dolgom összerendezgetni a megemlékezést, és soha nem fogom elfelejteni, ez ugye 2006-ban volt, hogy akkor még az a világ volt, hogy senki nem mert elővenni a fényképeket sem a fiúkból. És a Gyurcsányék mindent megtettek azért, hogy az 50. évfordulón ne lehessen méltó megemlékezni 56-ról. Mert ők a nyugatiak felfogása szerint a betagozódást, a mindent feladást, és már bocsánat a kifejezésed, de a kussolást választják a helyet, amit mi csinálunk, hogy szembenézzük a saját történelmünkkel, azzal, amit ránk dobálnak, vagy amit rólunk mondanak, és karakánul kiállunk a saját igazunk, a saját valóságunk mellett. És 2006-ban még meg lehetett csinálni ezzel a nemzettel, hogy elhallgattatták. Az 50. évfordulón, most azt tekintsük is alatt, hogy mi történt utána szeptember-októberben, sokaknak volt ebben nem szerencséje, hanem szerencsétlensége részt venni vagy ott lenni. És 2010-ben mi elkezdtünk egy munkát, amiben azt gondolom, hogy lépésről lépésre segítettünk saját magunknak, saját politikai közösségünknek, meg ennek az országnak, ennek a nemzetnek abban, hogy saját magával, meg a nyugattal és mindenki mással is szembe tudjon nézni őszintén, egyenes tartásra, és azt tudja mondani, hogy fiúk, nincs igazatok. Nincs igazatok, hogyha ti úgy is gondoljátok, fogadjátok el, hogy mi máshogy gondoljuk. És ugye számos ilyen dolgon mentünk keresztül, emlékezzetek vissza, új ugye médiatörvénnyel kezdődött 2010-11-ben az egész, jött az új alaptörvény, az új alkotmányunk a sarkalatos törvényekkel, és hogy mi mindent dobáltak erre az országra az elmúlt 14 évben, mivel vádoltak minket, mit tagadtak meg, hol vagyunk most, nem adják ide a nekünk járó pénzeket, milyen sarkosan és karakánul álltunk ki a migrációs válság kellős közepén 2015-ben az igazunkért, amiben mellettünk vannak a szlovákok, mellettünk van még a mostani lengyel kormány is egyébként, mellettünk vannak a csehek, most már az osztrákok is mellettünk vannak, meg egy sor másik nemzet. És ennek ellenére tolnak bele tovább minket azokba a döntésekbe és azokba a szituációkba, amiben nem engedik, hogy a magyar álláspont érvényesüljön. Ugyanez volt a Covid-nál. Az előző országjárásnál elmondtam, hogy Ursula asszony nem csak azért követett el nagy hibát, ami a unió jövőjével kapcsolatos döntések, meg politikai hibák sorozata, de ne felejtsük már el neki azt is, hogy 1,7 milliárd vakcinát rendelt meg SMS-ben. Ami miatt mi perben állunk egyébként a Pfizerrel, és ki kéne fizetni majd valamiért, azért, mert ő letárgyalta, hogy ennyire van szükség. De hülyére vesznek minket, hülyének néznek minket, és ugyanezt történik a háború kapcsán is. Ugye itt az elmúlt, most már 2,5 évben nem hallunk mást, mint hogy ez a mi háború, mondják Brüsszelből, mondják a nyugat-európai fővárosokból. Miközben pontosan tudjuk, hogy ez a háború nem az övék, de főképp nem a miénk.
Én még az megmerem kockázatot, hogy Karszagon is nagyon sokan ismernek ukrán vagy Ukrajnából áttelepült magyarokat, vagy olyanokat, akik onnan már korábban eljöttek, és pontosan tudják, hogy az az ország soha nem volt demokrácia. Vagy legalábbis nem volt nyugati értelemben demokrácia. De ezt a mondatot, amikor kimondjuk, ezért minket az Európai Parlamentben biztosan megköveznének, vagy még talán bíróság elé is állítanának, mert ezeket a mondatokat már nem lehet kimondani. Tehát csak azt, amit most már nem is az 2,5 éve, hanem valamikor a 10-es évek elejétől kezdve, amióta egyébként a mi szövetségünk, a mi pártszövetségünk van kormányon, az ukránok műveltek a magyar kisebbséggel. Lépésről lépésre, majd radikális eszközökkel elvéve a meglévő jogokat, amelyek kiválóan működtek egyébként, mind intézményes, mind joggyakorlási szempontból, az önmagában elegendő lenne Nyugat-Európában, ha csak tételesen végignézik a tényeket, hogy legalább elgondolkodjanak rajta. Mit műveltek a saját orosz kisebbségükkel? Az Odesszában megölt 100-valamennyi ember, akire rágyújtották a szakszervezeti székházat. Azok, tehát, hogy van a történetnek egy olyan oldala, amiről Nyugat-Európában nem beszélnek. És azt hajtogatják, és azt halljuk, és most talán 2 napja volt ott az amerikai külügyminiszter, hogy az ukrán demokrácia a világban létező demokráciák mintája. Ott azért történik a dolog, mert értünk a nyugat-európai, meg az amerikai demokráciáért harcolnak. De ez egy szemenszedett hazugság. És ez a narratíva, ez a történetmesélés, amit ott visznek, ez láthatóan olyan döntésekre, olyan rosszabbnál rosszabb, örvényszerűen egyre mélyebb minket, ez egész Európai Uniót egyre mélyebbre vívő, mélyebbre rántó döntéssorozatot eredményez, ami egyenes út a háborúba való becsatlakozásig, mert ha ez így folyik tovább, nem fogjuk tudni elkerülni. Most 100 milliárd eurókról és dollárokról beszélünk. A NATO-t is elkezdték arra használni, amire nem való. Nem tudom, valaki látta-e ma egyébként a miniszter úr és a vezérkari főnök közös interjúját az Indexen, érdemes elolvasni. De abban is egy-egy dolgot érdemes egyenesbe rakni, mert azt próbálják nekünk, önöknek, nektek bemagyarázni, hogy a mi álláspontunkban zavar van. Mert fegyverkezünk, de nem akarunk mégsem részt venni a háborúban. Miért vásárolunk új fegyvereket, miért csinálunk katonai beruházásokat, ha nem akarunk elmenni az ukránoknak segíteni, és miért nem küldünk fegyvert. Nagyon egyszerű okból. A NATO egy védelmi szövetség. Mi egy olyan szövetségbe léptünk be, amelynek az a feladata, hogy ha megtámadnak minket, akkor megvédjük egymást. Megvéd minket, megvédjük egymást. Ukrajna nem NATO tag, Ukrajnában nem a mi háborunk zajlik, hanem két szláv nép testvérháborúja, és ezt megpróbálni eladni nekünk úgy, mint a NATO elleni támadást, az egy nettó hazugság. Nekünk pedig azért kell fegyvereket gyártanunk, vennünk, felkészülnünk, mert más nem fog minket megvédeni. Ezt is láttuk. A NATO az mi vagyunk. A NATO úgy tud megvédeni minket, hogyha mi magunk először megvédjük magunkat. És nem támadtak meg minket. Nagyon fontos leszögezni. Mi azért dolgozunk, hogy Magyarország, önök, ti biztonságban lehessetek, mert 2010 előtt mindent eladtak, tönkretették a magyar hadsereget, 6 darab önkéntes katona volt, ha jól emlékszem, 6 darab önkéntes katona volt, és névlegesen volt talán 11 vagy 12 ezer szerződéses katona. Ennek a 70%-a, tehát több mint a 2/3 az valami tiszt, vagy olyan tábornok volt, aki nyilvánvalóan nem ment volna ki egy lövés leadni. Tehát egy végletekig lerombolt, lerohasztott, tönkretett és kiüresített hadseregünk volt. Ebben kellene valami értelmezhetőt csinálni, és mi nagyon messze vagyunk attól, hogy egyáltalán nem, hogy a végére jussunk, hanem köztes eredményeket érjünk el. És ezt az országot, amely felismerte ezt, erőforrásaihoz képest is teljesíti a NATO elvárásokat, sőt többet is költ arra, hogy újra megerősödjön, ezt minden erővel megpróbálják beletolni egy háborúba. Mert azok a döntések, amelyek most születnek Európában, azok még egyszer egyenes utat jelentenek abba, hogy előbb-utóbb valamelyik Európai Uniós, és innentől kezdve majd NATO-s ország hadviselő féllé fog járni. Államtitkokat nem elárulva azt tudom mondani, hogy a NATO-ban olyan tervezések zajlanak, amelyek szinte észrevétlenül és automatikusan visznek minket bele abba, hogy előbb vagy utóbb magyar katonáknak itt vagy ott meg kellene jelenni. Nekünk azt kell most megvalósítani, képviselő úrak tudják ezt a dolgot, hogy hogyan tudunk kimaradni a háborúból. Miközben még a lengyelek is meg vannak most őrülve ugye az oroszok miatt, az ő történelmük egy kicsit máshogy néz ki, mint a miénk. Nem azért, mert más lenne a történelmi tapasztalatunk, hanem számukra a fenyegetés jellege az egy kicsit más. De ha nem tartjuk meg azt a józan hozzáállás, a józanságnak azt a
azt a fokát, illetve azokat a karakán egyértelmű állásfoglalásokat, amit eddig is tettünk a háború előttől, de mindenképpen a háború első napjától kezdődően, akkor ott találhatjuk magunkat, ami hogy az első világháborúban, meg a második világháborúban is találtuk magunkat. Nem akartunk háborút, nem akartunk háborúba menni, de csak addig toszogattak minket, lökögettek minket, csak úgy alakult a helyzet, hogy a végén nem tudtuk elkerülni. Nem azt mondom, hogy a mutatványnak, mert ez degradálná a veszélyt, de ennek, ami most zajlik, a legnagyobb tétje, hogy ki tudjuk-e mozogni ezt a dolgot. És ezt anélkül, a támogatás nélkül, amit ez a kormány az elmúlt 14 évben élvezett, ezt nem fogjuk tudni megvalósítani. Az elmúlt 14 év legnagyobb érdeme, és akkor kicsit menjünk oda-vissza, amit már a szlovákokról mondtam, de nézzék meg a nyugat-európai politikai palettát. Most már 6. hónapja talán, 5,5 hónapja, hogy Wilders nyert a német alföldön, Hollandiában. Tegnap előtt este egyeztek meg, 5,5 hónap koalíciós tárgyalás után, hogy 4 politikai párt koalíciós kormányt fog tudni alakítani. De úgy ám, hogy a Wilders nem lehet miniszterelnök. Olyan körülmények között, ahogy Nyugat-Európa kinéz, és erre még mindjárt visszatérek, mert a sorosról mindig érdemes beszélni. Olyan körülmények között, ahogy a nyugat-európaiak léteznek, amiben egy 15-20%-os párt már nagynak számít, és egyedül soha nem tud kormányt alakítani, mert mindig kell magam elé 2, de még inkább 3 pártot keresni. Nemhogy nehéz, hanem szinte lehetetlen normális politikai életet folytatni, ha lehet így fogalmazni. Hozzá vannak már szokva, tehát számukra az a rossz hír, hogy számukra már majdnem normális az a dolog egyébként, mert már évek vagy évtizedek, generációk óta így megy a dolog. Itt van Belgium, Belgiumban valamikor 3 évig nem volt kormány, azt hiszem az a leghosszabb periódus, 5 szintű közigazgatási rendszerük van, el vannak vele. Na de ott hogy lehet döntéseket hozni? Hol van a népképviselet? Hol képviselik azt, amit az emberek valóban akarnak? És itt az Ádám majd talán erről tud beszélni, hogy a század vég most már 9. évet csinál egy olyan felmérést, ahol nagy reprezentatív, mintán 30 000 ember megkérdezésével Európa szerte egy nagy mérés sorozatban mi azokat a kérdéseket tesszük fel, amit idehaza is felszoktunk tenni, hogy hogy vélekednek például a háborúról, fegyverszállításról, egyebekről. A többség nem akar háborúba menni. Nem akar fegyvert szállítani, és nem akar pénzügyi segítséget sem adni Ukrajnának, mert pontosan tudja, hogy nem az ő háborúja. De úgy van szétdarabolva az egész politikai mezőny, meg a pártok, hogy ennek nincs, aki hangot adjon. A sajtót ismerjük, tehát erről az én szakmámban, több mint egy évtizede beszélek, vagy mi csak a kifejezés, hogy kusoltatva van mindenki, mert aki csak 2 mondatot olyat mond, ami nem abban az irányban mutat, ami a nyugat-európai úgynevezett progresszív balos pártok szájából kellene, hogy kijöjjön, az azonnal kicsinálják. Szerintem neked is volt ilyen élményed, nekem 2 évvel ezelőtt volt a CDU pártalapítványától jött néhány ilyen 21-néhány éves fiatal ember, végighallgatták a családpolitikáról, egyebekről, hogy mit csinálunk, mondták, hogy ez fantasztikus, és kérdeztük tőlük, hogy de akkor ti miért nem mondtok néha egy-egy ilyen dolgot? Hát ez nem lehet, hát az újság másnap megírná, hogy mi nácik és fasiszták vagyunk, és azonnal elvágnák a torkunkat. Tehát egy ilyen világban kellene nekik létezni, és ehhez képest akarom meghúzni a kontrasztot, hogy mi 2010 óta 4 választás megnyerve alkotmányozó többséggel tudjuk irányítani ezt az országot. Na ezért vagyunk szálka a szemükben. Ezért vagyunk diktatúra, ezért a legkorruptabb ország vagyunk, ezért nincs egy sajtószabadság, ezért van jogállamisági eljárás. És azt higgyék el nekem, ahogy mondom, hogy Ursuláék tempóját az teljes egészében az a sorosféle NGO-s, úgynevezett civil szervezetes, majd erre mindjárt érdemes egy pár szót mondani, világ irányítja, aki szakértői véleményeket, újságcikkekben, konferenciákon, egyetemeken oda beágyazódva folyamatos hazugságokat terjesztenek Magyarországról, és mindenkiről egyébként Ficót beleértve szegény, ugyanez indult el 3-4 hónappal ezelőtt Szlovákiával kapcsolatban, aki nem azt mondja, amit Brüsszelben hallani akarnak. Hosszú történet lenne arról beszélni, hogy ez miért van így, mert ahogy Európa versenyképessége leértékelődik, ugye most készülünk az Európai Uniós elnökségünkre, ennek a felkészülésnek én vagyok a kormánybiztosa, holnap fogunk Bóka miniszter úrral egy sajtóháttérbeszélgetést tartani, elmondjuk a magyar prioritásokat, beszélünk arról, hogy mit akarunk elérni az elnökség alatt, és ott a versenyképesség kérdés az egyik legfontosabb dolog, ami persze lehet egy ilyen unalmas, semmire se való dolog, de a versenyképesség egy sor dologban arról szól, amit itt az előbb már mondtam. A versenyképesség arról szól, hogy képesek vagyunk-e európaiként, ezen belül egyes nemzetekhez tartozva, helytállni a világban. Egy kínai,
egy amerikai erőpozícióból, egy kínai innovációs háttérrel, kínaiak elképesztő sebességgel fejlődnek és törnek föl. A világ egyéb más részei, Brazília, India felemelkedése mellett Európa folyamatosan leértékelődik. Ha hallgatjátok a miniszterelnököt, több mint egy évtizede beszél erről, pont egyébként például az országértékelő beszédekben, és mondja el, hogy csak nézzük már meg a statisztikákat, nézzük meg, hogy csökken az európai befektetések, az európai termelékenység, tőkeerő és egy sor más mutató, hogyan válunk nemhogy nélkülözhető, hanem abszolút megkerülhető szereplővé, akin keresztül tud lépni az Egyesült Államok, de már az oroszok se vesznek komolyan, még úgy is, hogy őket pontosan ismerjük, hogy milyenek. A kínaiaknak egy falat vagyunk, most már majdnem egész Európa nem számít szinte semmit. És közben próbál az európai elit valami megoldást találni. És ők azt a megoldást találták, hogy Európai Egyesült Államokat kell csinálni, mert majd ez segít megoldani ezt a dolgot. Mi meg tudjuk, hogy nem fog segíteni. És ebben a játékban vagyunk most már több mint egy évtizede, látjuk az eredményeit, pontosabban nem az eredményeit látjuk, hanem azt a romboló hatást, ami csak rossz döntéseket eredményezett. Csak rossz döntések voltak a Covid-ban, csak rossz döntések voltak azelőtt a 2008-as gazdasági válságot illetően, azóta nem talál magára Európa, csak rossz döntések vannak a külső migrációs nyomást illetően, mert most talán egy hét van még a végső döntésig, ugye a parlament áprilisban megszavazta, a tanácsi formációk pedig minden ellenállást semmibe véve, a lengyelek, szlovákok, magyarok, azt hiszem talán még az osztrákok ellenállását semmibe véve, pont a pénzügyminiszterek tanácsa, Varga Mihály miniszter úr pont tegnap szólamolt fel, ugye, tolják át azokat a döntéseket, amik a végén ki fog jönni az a migrációs paktum, amit 2015-ben már láttuk. Úgynevezett kötelező szolidaritással, fejkvótákkal, szétosztással, minden olyan eszközzel, amiről pontosan tudja mindenki, hogy nem működőképes, nem megvalósítható, és mérhetetlen károkat okoz a kontinensnek. És egy-két ország maradt, Szlovákiával maradtunk most egyedül, ugye sokáig a lengyelek voltak a partnerink, akik ennek ellen nem mer beszélni. És a háború kapcsán, ne legyen igazam, de ugyanez fog bekövetkezni, hogyha valamilyen legalább részleges fordulatot nem sikerül az európai parlamenti választásokon elérni, és annak a megágyazása pedig az önkormányzatokban tud megtörténni. Én azt gondolom, hogy jó döntés volt összekapcsolni a kettőt, nem csak költséghatékonysági szempontból, hanem talán a valóság, az utolsó napok, hetek, hónapok történései igazolják, hogy muszáj az önkormányzati választások kapcsán is olyan nagy politikai témákról is beszélni, ami a helyi, a helyben fontos, a hétköznapjainkat érintő dolgok mellett rávilágítanak arra, hogy ezekből a pici mozaik kockákból, amik helyben, ha jól végezzük a munkánkat, kiadódnak, azok hogyan érnek össze egy nemzeti szinten, az ország szintjén, és hogyan kell ezt európai értelemben is értelmezni, és tudomásul venni, hogyha nem őrködünk, nem győzzük meg magunkat és másokat, hogy ezt így kell megőrizni, akkor elsepernek minket. És ez a tétje az előttünk álló, most már nem egészen három hétnek. Ezért mondjuk azt, és én be is fejezem, hogy utána tudjunk beszélgetni, hogy döntést kell hozni. És a döntés a végén nagyon egyszerű. A politikában szeretjük ezt így kihegyezni, de azt gondolom, a valóság sem tudta volna jobban kihegyezni. Háború vagy béke. És pontosan mindenki tudja, hogy ha nem akar háborút, akkor kire kell szavazni. Mert a másik oldal az teljesen mást akar. Én ezzel adnám át, hogyha Ádám esetleg van hozzá néhány gondolatod. Az európai parlamenti választásokon van reményünk arra, hogy ha nem is teljes fordulatot, de legalább részleges fordulatot elérjünk, és elkezdődhessen egy olyan munka, ami a következő időszakban lépésről lépésre valahogy vissza tudja foglalni a parlamentet, meg úgy általában Európát a pragmatikusan gondolkodó hazafias erők számára, és Európában úgy tudjuk újra erős kontinens csinálni, hogy megerősítjük azokat a nemzeteket, amelyek most teljesen széthullóban vannak. Köszönjük szépen, és igazán hasznos és gondolatébresztő előadást hallhattunk. Nekem is sok minden eszembe jutott, és próbáltam is a mondandómat rendszerezni, hogy én is tömören és röviden csak egyet tudjak érteni államtitkár úrral, és néhány gondolatát pedig a saját példáimon, meglátásaim keresztül is megerősítsem. Nincs is más célom, mert hogy az a legfőbb kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy mégis hogyan jutottunk idáig, mi történt Európával, a vágyott nyugattal, az Európai Unióval, mi történik velünk. Egyáltalán a fő kérdés az, hogy most ki változott meg.
mi változtunk meg, vagy az Európai Unió és a Nyugat változott meg. És nekünk az az állításunk, hogy mi semmit nem változtunk a rendszerváltoztatás óta, sőt a magyar történelem nem egyszer igazolta azt, hogy a magyarok a békét szeretik, egy békevágyó nép és egy szabadságharcos, szabadságszerető nép. Inkább azt látjuk, hogy az Európai Unió fordult ki önmagából és a Nyugat. Akkor sem túlzom, hogyha azt mondom, hogy megtagadta önmagát, és szembe megy minden olyan értékkel, alapelvel, amit saját magának állított fel. 1950-ben, jó régre ugrok vissza, az Európai Uniót azt egy béke projektnek indították, Európa és a Nyugat az egész kontinensnek békét, biztonságot és jólétet ígért 1950-ben. Mára pedig tapasztaljuk és látjuk, hogy ezzel teljesen ellentétes dolgok történnek. 2004-ben vágytunk és be is léptünk az Európai Unióba, de ez az Európai Unió már nem létezik, ahova mi beléptünk. És azért érdekes ezekről a dolgokról magyarként beszélni, mert államtitkár úr is említett fontos történelmi mérföldköveket a közös történetünkből, a magyarok történetéből. És nagyon rossz érzés megtapasztalni azt, hogy pont azokkal a vádakkal illetnek bennünket, magyarokat, amik ellen mi oly sokat küzdöttünk. Tehát, hogyha valakik tudják Európában, hogy milyen elnyomás és diktatúra idején élni, vagy milyen küzdeni a szabadságunkért, azok pont mi vagyunk magyarok. És ezért is nézem ilyen dühösen, vagy látom azt, amilyen vádakkal illetik nyugat-európai politikusok Magyarországot, akik soha nem éltek elnyomás alatt, sőt, tovább megyek, a történelmük során nem egyszer ők voltak elnyomók bizonyos helyzetekben. És én a rendszerváltoztatás után születve, én sok mindent azt hittem, hogy az életemben már magától értetődő dolog lett, vagy lesz, és hogyha más nem is, legalább akkor a béke, biztonság, a jólét és a szabadság kérdése. És meg kellett látnunk azt, hogy ez nagyon nem így van, és eljutunk odáig, hogy a 21. században magyarként is már a szabadságunkért is meg kell küzdeni, mert mindent, amit államtitkár úr mondott néhány példát, azt Nyugat-Európában és a világról, Brüsszelből én csak megerősíteni tudom. Tehát az, hogy az embereknek küzdeniük kell azzal, hogy mit mondhassanak, mit gondolhassanak, mikor és hol gyülekezhessenek, anélkül, hogy a helyi karhatalom, a balliberális sajtó ne nyomná el őket. Ez nem egy távoli kontinensnek a történése, hanem itt történik Európában, a Kárpát-medencén kívül. Példát is tudok rá mondani, csak hogy muníciót adjak az önök kezébe is. Brüsszelben az alapítvány, amelyet én képviselek, Brüsszelben van egy képviseleti irodánk, és nem egyszer fordul az elő, hogy konzervatív, nemzeti értékrendű eseményt nem lehet megtartani a városban. És hogyha követik önök is nem ajánlom, de hogyha néha a nyugati médiát követik, vagy a nyugati történéseket, akkor önök is tudhatják, hogy Brüsszelben nem olyan régen betiltottak egy konferenciát, amin felszólaltak volna, és fel is szólaltak egykori választott és jelenlegi európai parlamenti képviselők, nem csak magyarok. Egykori jelenlegi választott kormányfők és államfők, megint nem csak magyarok, és három brüsszeli polgármester, ugye ott is kerületekre van osztva a város, mint ahogy például az Budapesten van, és mindig kerületnek van egy-egy polgármester, és három kerületi polgármester is azt mondta, hogy nemzeti, konzervatív, a nemzetállamok függetlenségét, szuverenitását hirdető eszméknek, keresztény értékeknek itt nincs helye, nem kívánatos, tessenek máshova menni. Aláírt szerződések voltak, az első az egy rendezvényterem volt, elzavarták a konferenciát. A második az egy hotel volt, elzavarták a konferenciát. A harmadik helyen sikerült végül megtartani, és csak ezt elmeséltem a 16. kerületben is ezt a történetet, mert szerintem nagyon izgalmas, és azért mesélem el itt is, egy zárójelet nyitok, mert hogy sokszor gondoljuk azt, hogy amiről beszélünk, az egy nem létező probléma, ilyen nincs, ez nem történik meg, miért beszélünk ezekről annyit, miért tartunk a témában ilyen sok konferenciát, és aztán mindez, amiket itt látunk, és államtitkár is nagyon sok jó példával élt ezekkel kapcsolatban, az a valóság, az a kőkemény valóság, velünk jön szembe, arcot csap bennünket, és az, hogy betiltanak eseményeket, létezik az eltűrlés kultúrája, az például engem itt szembe csapott és szembe jött velem.
És a harmadik polgármester, Brüsszel belvárosi kerületéről beszélek, az egy török származású úriember, amivel nem is lenne baj Isztambulban, de mégiscsak ott állunk, hogy Nyugat-Európa Szabadság fővárosának az egyik belvárosi kerületének a polgármestere az egy iszlamista polgármester. És ha megnézzük a közösségi oldalát, azt sem ajánlom önöknek, én megtettem, a választó polgárokkal törökül kommunikál. Na most tessék elképzelni, hogy Budapest belvárosa, Zugló kerületi polgármestere egy iszlamista polgármester lenne, aki a választó polgáraival idegen nyelven kommunikál, teljesen mindegy milyen nyelven. De hogy ez történik Nyugat-Európában, és már kettő olyan problémára rá is rágítottam, amivel kapcsolatban Európával és Brüsszellel kapcsolatban csalódnunk kellett. Az egyik ez a tényleg létező, már-már diktatúrákat idéző eltörlési kultúra, mert hogyha te nem a fősodor vagy, te nem azokról beszélsz, amiket mi előírunk neked, akkor elhallgattatnak, betiltanak, nem adnak neked terepet. Államtitkár úr a nemzetközi sajtóval kapcsolatos tevékenysége során nagyon sok ilyet tapasztalatot meg. És a másik probléma az a migráció kérdés, az illegális bevándorlás migráció kérdés, amit megint már-már azt tudjuk mondani, hogy ezen miért kell ennyit beszélni, mert annyiszor elismételtük, tudjuk persze. De hölgyeim és uraim, tessenek elutazni Bécsbe, tessenek elutazni Párizsba, Berlinbe, Londonba, tessenek megnézni egy-egy kerületet, hogy mi történik Nyugat-Európában. És csak fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy így szeretnénk élni, vagy inkább szeretnénk egy sajátos, magyar, egyedi identitásunkban megerősödött életet és mindennapokat élni. Mert Nyugat-Európában lehet a belgák azt mondják, hogy így szeretnének élni, hozzáteszem, nem árulok el titkot, azt mondják, hogy nem így szeretnének élni, és erre is utalt államtitkár, beszélek még én is a közvéleménykutatásról, de ez történik, tehát Belgiumban, Brüsszel egyes kerületein idegen, nemzetiségű polgármesterek döntenek a város sorsáról, és ráadásul a legsötétebb korszakokat megidőző módon szervezik a politikájukat. Tehát nyugodtan azt tudjuk mondani, hogy nézzük meg, hogy mi szeretnénk-e úgy élni. Ha nem szeretnénk, akkor látjuk ennek az iskola példáját. És akkor ide az a lábjegyzetes megjegyzésem, valóban a közvélemény kutatás végez az egyik kiváló szervezet Budapesten, aki megméri Európának a közérzetét, hogy mégis nem csak mi magyarok, hanem úgy az európai emberek hogyan vélekedünk a jövőnkről, a mindennapokról és Európáról. És az egyik kérdés az volt, hogy például mi a véleménye az európai választópolgároknak a migráció kérdésére, hogy szerintünk az illegális bevándorlás az elősegíti Európa demográfiai jövőjét, elősegíti az európai kultúra fenntartását, avagy nem. De egyszerűsítve támogatjuk-e a migrációt, jó hatásai vannak, avagy nem. És Európa többsége, a tagállamok választóinak többsége a közvélemény kutatásban azt mondja, hogy nem segíti elő, rossz hatással van Európára. Már következő kérdés, közbiztonság. Érinti a közbiztonságot, biztonságosabb-e az élet az emigráció következtében? Bocsánat, egyszerűbben mondom, hogy befolyásolja a közbiztonságnak az alakulását a migráció. Európa nagy része azt mondja, hogy igen, és negatív irányba befolyásolja. És innen nagyon sok ilyen Európa nagy kérdését kinyithatnám most, amely azt bizonyítaná, hogy az európai és a brüsszeli elit az teljesen eltávolodott a saját választópolgárainak a gondolataitól és az érzéseitől. És ez szörnyű megtapasztalni, látni és élni, mert hogy mégiscsak a közös európai jövőnk a tét, és nem kevesebb, mint Európa jövője a tét. És akkor a sort azt természetesen tudnám folytatni, eljutunk odáig, és akkor maradok még egy pillanatra a migrációnál, hogy nálunk és néhány szövetséges országunknál, hála Isten, az erőforrás, a demográfiai problémák kezelésének egyik szép kiteljesedése a férfi és a nő kapcsolata és a gyermek. Nem véletlenül védjük a magyar gyermekeket. Mi erőforrásként tekintünk a magyar családokra. Ezzel szemben azt látjuk, hogy nyugaton a migrációban látják az erőforrást. És ezt azért lehet ezekről őszintén beszélni, mert meg tudják önök is tapasztalni, hogyha járják Európát. És a harmadik, a legfontosabb kérdés, ami most mindannyiunk mindennapját, békét és biztonságát befolyásolja és azokra hatással van, az pedig a háború és a béke kérdése.
Mert hogy még egyszer visszatérve a kezdő gondolatomhoz, Európa az egy békeprojektnek indult. És most azt látjuk, hogy ez az Európa elárulja önmagát, és egyre inkább menetel a háború irányába. És mindez, amiről beszélünk, megint a szintiszta valóság, tisztelt hölgyeim és uraim, itt a dián is sok jelentést lehetett látni és olvasni európai politikusoktól. És ne felejtjük el azt sem, hogy a háború kirobbanásakor sisakküldéssel kezdtük, aztán következett az olyan fegyvereknek a küldése Nyugat-Európa részre, amik emberi élet kioltására nem alkalmasak. Aztán azt mondták a németek, hogy jó-jó, talán még küldünk, de vadászgépeket, tankokat nem, az nálunk a vörös vonal, ezt is átléptük. És amit államtitkár úr is mondott, most már a NATO napirendjén is olyan projektek és olyan alternatívák vannak, amik eddig szóba sem kerülhettek volna. Macron elnök azt mondta, hogy katonákat is kell küldeni Ukrajnába. Legutóbb pedig már nukleáris háború vízióját sem vetette el. Szóval azt látjuk, hogy ahonnan indultunk, és ahány vörös vonal volt ebben a történetben, és amikor azt mondták, hogy magyarok, nyugalom, legyetek csöndben, nem kell ezekről beszélni, ilyen nem lesz, bekövetkezett is lett. És így szerintem a választást legnagyobb tétje valóban, mert hogy Európa azzá emelte a háború és a béke kérdése. És amit miniszterelnök úr szokott mondani, azzal tudok egyet érteni, hogy mi nem a fekete bárányok szeretnénk lenni Európában, hanem az első fecskék. És én azt válom június 9-től, hogy ezek a hangok, a normalitás és a józanész hangja, semmi többről nem beszélünk, csak a normalitás és a józanész hangjáról erősödjenek meg Európában, és Európa is ismerje fel azt, hogy akkor lehet erős, újra büszke és egyenes tartású kontinens. Államtitkár úr elmondta, hogy miért nem az, és milyen gyenge Európáról, gyenge vezetésű és gyenge Európáról beszélünk. Tehát akkor lehet erős, hogyha elfogadja azt, hogy a nemzetállamok ereje, a nemzetállamok szabadsága, függetlensége, szuverenitása, az a saját maga Európa ereje is. És én ezt várom a június 9-i választástól, és ebben kérjük az önök segítségét is. Köszönöm szépen, és szerintem szívesen válaszolunk majd a kérdésekre is. Köszönöm. Elég tömény volt, amit hallottunk, és néha egy kicsit megdöbbentő, de ez a szintiszta igazság, ami most elhangzott, és lehet, hogy még talán egy fokkal rosszabb. Kérdezném, hogy van-e kérdés, hiszen rengeteg kérdés fogalmazódik meg bennünk, akár otthon, amikor egymással beszélgetünk. Úgyhogy kérdezném, és akkor úgy csinálnánk, hogyha van kérdés, hogy összevárnánk 4-5 kérdés és csomagba válaszolna rá államtitkár úr és Európa-parlamenti képviselő jelölt úr. Úgyhogy kérdezném, hogy van-e kérdés. Mielőtt megfogalmazódik, azért nekem van kérdésem. Két dolog, úgyhogy én földrajzot mindig szerettem. Szerinted, Zoli államtitkár úr, hogyha a NATO és Oroszország háborúba keveredne, hol fizikailag, földrajzilag, hol vívnák meg ezt a háborút? Hogy látod ezt a dolgot? Mert az a helyzet, hogy jelenleg most Ukrajnának a nyugati részén, vagy keleti részén zajlik a háború. Ha a NATO bekapcsolódik, akkor hogy számítanak ezek a kitűnő NATO szakemberek? Hol lenne a felvonulási terület? Honnan indulnának a repülők? Melyik országok területéről, mert ez is egy nagyon érdekes dolog, mert lehet, hogy lesz háború, de azt gondolom, hogy ők úgy gondolják, hogy Közép-Európából fogják ezt megvívni, nem Párizs mellől, nem a La Manche csatornán, hanem a Lengyelalföldön, Magyarország, a Fekete-tengernél, Románia, Bulgária felől. Én azt gondolom, amikor a tervezők gondolkoznak a NATO tervasztalon, akkor ilyen terveket készítenek. És hát van ez az afrikai vagy magyar mondás, hogy más gárdájával zörgetni a bozótot, úgyhogy ez pontosan itt van. Kérdezem, szerintem... Mi gondolkodnak, szerintem válasz. Megpróbálok úgy válaszolni, hogy ne tévedjek tiltott területre. Mert ez az a kényes terep, ahol nem csak azért, mert erre már utaltam az elején. Azért léptünk be a NATO-ba, mert azt gondoltuk, és most is azt gondoljuk, hogy a világban zajló folyamatok bármikor vehetnek olyan irányt, vagy olyan fordulatot, hogy szükség van arra,
hogy egy védőernyő legyen fölöttük. És azt is tudjuk, hogy az ország mérete, elhelyezkedése nem mellesleg, védhetősége, gondoljuk itt a románok legutolsó kis turnéjára itt a Tiszántúlon egészen Budapestig, hogyha valakinek a történelmi ismeretei nem lennének, meg olvassa el, hogy ez hogyan volt, hogy akkor valami védőernyőnk legyen. És a NATO ennek a garanciájának számított, 20 éve léptünk be a NATO-ba. És a NATO egy védelmi szövetség, ezt is szögezzük le. Soha nem volt támadó, nincsenek az alapszerződésében olyan tételek, amelyek támadásra, illetve támadó hadműveletekre vonatkoznának. Az egy másik kérdés, hogy NATO tagállamok már egyébként a magyar tagság előtt is, meg utána is, hogyan próbálták megkerülni ezt a dolgot, gondoljanak Líbiára, ha csak itt a közvetlen környezetüket nézzük, Irakra, vagy gondoljanak Szerbiára is. Akkor szerintem mondjuk egy olyan példát, ami megtörtént, és ha valakinek kétsége lenne azzal kapcsolatban, hogy 20 éve, amikor a NATO, hány napja voltunk a NATO tagjai? Talán egy hete voltunk a NATO tagjai, a NATO bombázta Szerbiát. És a miniszterelnökünknek óriási erőfeszítésébe került, hogy Magyarország csak érintőlegesen lett felvonulási terület, szárazföldi hadseregek, szárazföldi erők nem jöhettek ide, a repülőtereinket muszáj volt, mert egyszerűen nem volt más mód, fel kellett ajánlani. És hogyha valakinek kétsége lenne, hogy ez mennyire van közel, vagy mennyire van távol a bevonulástól a háborúba, akkor ezt gondolkodjunk el. Azok a repülők, amelyek többek között a kínai nagykövetséget lebombázták Belgrádban, azok Magyarországon át, vagy éppen Magyarországról felszálló bombáztak. Ezt hagynám itt csak önöknek gondolkodni, jó? Ez nem volt régen, 20 éve volt. Tehát, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy nem izével gurigázunk, amikor ezekről a dolgokról dönteni kell. Tehát én azt szeretném, hogy mindenki megértse, nagyon nehéz elmagyarázni, mert tényleg az embernek olyan dolgokat kéne mondani, amit nem szabad, hogy amikor béke és háború döntését hozzuk, az nem egy egyszeri döntés, hanem lépésekről beszélünk, és egy rossz lépés következménye vagy hatásai, azok 5 döntés múlva azt fogják eredményezni, hogy benne vagyunk. És ha most rossz döntéseket hozunk, és engedjük, hogy megtörténjen, akkor garantáltan benne leszünk. Ezt próbáljuk mindenkivel megértetni. Én azt gondolom, hogy a saját politikai közösségünkben ez nem olyan nehéz, de még nekünk is kicsit így el kell hallgatni, végig kell gondolni, és még egyszer gondolják meg. 20 évvel ezelőtt, én nem tudom hány ezer áldozata volt ugye a NATO bombázásoknak, most ne is kezdjük el feszegetni azt, hogy jogos volt, vagy nem volt jogos, mert azt is pontosan tudjuk, hogy ott a NATO mit talált ki egyébként, hogy meggyengítsék a szerveket, szétverjék Jugoszláviát, és itt én a múltkor úgy fogalmaztam, nem is tudom melyik fórumon, hogy ugye ez Európa, mindig ez volt Európának a lágy alfele. Tehát itt, már bocsánat, itt magyarózzák Európát. Itt ezen fogás van, az oroszok is itt matatnak, a kínaiak is itt matatnak, az arabok is itt matatnak, Amerika régóta itt matat, és aki szorongatja, az tudja a fájdalmat, a mindenféle problémákat generálni, és ne legyen kétségünk, hogy az összes Európán kívüli hatalomnak az az érdeke, hogy például a Balkánon se legyen béke. Ezért mondjuk azt, hogy miért kellene a nyugat-balkáni országokat bevenni az Európai Unióba, mert belül lennének, és mi magunk tudnánk arról dönteni, hogy hogyan legyen béke, hogyan legyen egyensúly az ott élő nemzetiségek között. 90 kilométerre határtól ma radikális iszlám közösségek vannak, amiket egyébként szaudi, török, meg mindenféle más pénzből tartanak föl. Terrorsejtek vannak Bosznia-Hercegovinában, és ezeket hagyják, hogy ott létezzenek. Mert Európa képtelen saját magát irányítani, és amikor döntéseket hoznak, akkor meg háborús döntések vannak, mert akkor menni kell, bombázni kell Szerbiát, mert a szerbek a rosszak. Akik egyet szeretnének, és én sosem gondoltam volna, én történész vagyok, 18 évet tanítottam egyetemen, sosem gondoltam volna, hogy a szerbekkel fogunk úgy egymásra találni nemzeti sorskérdéseket, illetve mint ahogy az elmúlt most már egy évtizedben egymásra találtunk. A szerbek pontosan tudják, hogy miről van szó. Ők még ráadásul kívül vannak az Európai Unióban. Tehát minden rossz döntés, vagy minden rossz döntést engedő részdöntés, amit most hagyunk megtörténni, az garantáltan bele fog minket vinni abba, hogy Magyarországot, válaszolok a kérdésedre, használni fogják arra, hogy Ukrajnában, mert ott fogják megvinni ezt a háborút, hogyha az oroszokkal összeütközés lesz, akkor nekünk abban szerepet akarnak adni. A mi feladványunk az az, hogy hogyan lehet ezt megakadályozni. És ez nincs távol. 20 év, Szerbia 20 éve volt, 20 éve semmi. Még én is szeretnék annyit élni, 55 éves vagyok, talán adatik annyi. Még az én életemben ez nem megy, azon belül bőven megkövetkezhet.
és én nem szeretném, hogy az én gyerekeim egy ilyen világot lássanak, amiben megint azon kell gondolkodni, hogy adatot nekünk 7-8 év építkezés, elkezdtük rendbe rakni az országot, második világháború, majdnem 50 év kommunizmus, a Lipsik meg a kommunista utódpárt tévútja, úttalan és döntésképtelen kormányzás, ami kiszolgáltatta ezt az országot a nyugati érdekeknek. Elkezdünk építkezni, mindenki látja, hogy hova lehetne menni a saját jövőjében, a családja jövőjében, és hirtelen a hülye és rossz döntések miatt megint ott találjuk magunkat, hogy lehet, hogy pillanatok alatt le lesz rombolva az egész. És a mai nap nagy tanulság, illetve a tegnapi nap nagyon tanulsága, beszéltünk erről képviselő úrral itt, mielőtt bejöttünk, hogy ha azt gondoljuk, hogy ezt nem lehet egy mozdulattal, 5 darab lövéssel semmivé tenni, akkor nézze meg, mi történt Szlovákiában. Megölnek, vagy megpróbálnak megölni egy embert, és az egy pillanatok alatt le tud rombolni, most esetükben még csak mondjuk fél évnyi, nem egészen egy évnyi munkát, amit ott a koalícióval elkezdett csinálni, de legyen senkinek kétsége, hogy ezt megpróbálják megcsinálni idehaza, akkor 14 év megy a szemétbe. Pillanatok alatt. Az ország eredményei, meg azok az önkormányzati eredmények, amit elértünk. Tehát azért mondom, hogy nem a diák, meg amit itt beszélünk, sem adják vissza a tétjét annak a dolognak, amiről itt beszélgetnünk kell. Hát marhára nem mindegy, hogy hogyan döntünk, meg mit hagyunk, hogy megtörténjen. És amikor a másik oldal artikulátlanul fasisztáz, korrupciózik, meg nem tudom, mit velünk szemben, mindig ez legyen a fejünkben. Mindig ez legyen a fejünkben. Hogy ők ezzel akarnak minket rombolni, és belekényszeríteni abban, hogy feltett kézzel beálljon az ország abba a táborba, ami asszisztálni fog ezekhez a döntésekhez. És szerintem nekünk mindent el kell követni azért, hogy ez ne történhessen meg. És utaltunk rá, megvan az az adottságunk, ez az ország példát mutat Európában arról, hogy hogyan lehet politikai stabilitás révén átlépni azon hazugságok, ferdítések, rossz akarat fölött, amit az elmúlt 14 évben tapasztaltunk. És azt hagyjuk meginogni, hagyjuk szétesni, akkor abból az egész országnak csak rossz lesz. Köszönöm. Elég nehéz megszólalni. Én csak még egy kiegészítést tennék, hogy elhangzott az, hogy mi nem változtunk meg az elmúlt 90-től 34 évben, vagy mióta az unió tagjai vagyunk 2004 óta. Én azt mondom, hogy nagyon sokat változtunk. Nem vagyunk olyan naívak, mint amikor akkor voltunk. Amikor jön a rendszerváltoztatás, azt gondoltuk, hogy nekünk csak a Nyugat-Európa jót akar. Amikor beléptük az Európai Unióba, azt gondoltuk, hogy nyithatunk cukrászdát Bécsbe, ezt nyomták a szocik, és nekünk csak a javainkat akarják, és tényleg a javunkat akarták, és azt is vitték. Ha nincs kérdés, a Farkas László Ticaburáról. Szeretettel köszöntök mindenki, csak egyetlen kérdést szeretnék föltenni, hiszen onnan, ahonnan én jövök, Tiszabúrán, ahol 3300 lakosból nagyjából 3000 cigányember és leszakadó település hátrányos helyzetű, szeretnénk felzárkózni, de érezzük, hogy az utóbbi években igazából nincsenek olyan fejlesztési források, amire újként tudnánk pályázni, és ugye látjuk, hogy a baloldal mindent próbál azért megtenni, hogy Magyarország ne jöjjenek pénzek. Na most hogyan akarják ők a magyar embereket képviselni, és mennyire van arra a realitás, ha most jól szerepelünk az Európa Uniós választáson, hogy ezek a források újra elérhetőek lesznek, és a felzárkózás mondjuk a hátrányos helyzetű romák irányába is elérhetővé válnak. Köszönöm még egy kérdés. Van egy kérdés, ha nincs, akkor... Szerintem mi találkoztunk egyébként még 2013-14-ben, mert én másfél évig csináltam a felzárkózás politikát. Tehát picit magaménak is érzem a kérdést, mert én még jól és élénken emlékszem arra a 2000-es években, sőt, hogy hát a 90-es éveket uralta, és a 2000-es évek elejét is uralta a cigány kérdés. És szerintem itt tök őszintén pacekba tudunk egymással beszélni, és mindannyian emlékszünk a cigánygyilkosságokra is, hogy az hogyan hagyták, hogy megtörténjen. Meg arról is emlékszünk, hogy azért a mi politikai közösségünkre próbálták ezt az egész, ugye mi voltunk az antiszemiták Európában, meg a cigánygyűlölők. És hogy mennyi munka van abban, hogy 2010-ben, ugye, amikor készültünk az akkori Európai Uniós elnökségre, mármint a 11-es első fél évre, akkor Magyarország elérte azt, hogy legyenek Európában roma felzárkózási stratégiák. Ez volt az egyik legfontosabb célkitűzésünk, ezeket meg is csináltuk. Az egyik legfontosabb feladatom 13-14-ben az volt, hogy ezt az egészet a sorosék lenyúlják. Megvoltak a tervek arra,
hogy ugye ők sosem csináltak szisztematikusan, rendszer szintűen felzárkózás, felzárkóztatás politikát, szociálpolitikát, hanem nekik ilyen, mint a mai napig egyébként ilyen kis projektjeik vannak, ahol összegyűjtenek néhány ilyen nagyon látványos dolgot, és akkor úgy tüntetik fel, hogy akkor ebből nagy rendszereket lehet csinálni. De mindig is tudtuk, hogy nem lehet, mert az élet az sokkal makacsabb. Az, ami a valóságban lenne a földön, ott kinn a Tiszaburán, a Tisza mentén, Dél-Baranyában, Borsodban, Zemplénben, szegregációban, vagy éppen kicsit szerteosztva létezik, az egy sokkal földhöz ragadtabb, egyszerűbb, és máshogy kell hozzányúlni is. És Balogh Zoltán miniszter úr volt az, aki felkarolta és elvégezte ennek a munkának a szisztematizálását, és merem mondani, hogy mind állami szinten, mind pedig a karitatív szervezetek, a máltaiak, a többiek segítségével, mind a mai napig zajlik és folyik egy olyan szisztematikus munka, aminek talán egyedül Magyarországon vannak meg a látható eredményei. Mert mi történt? 13-14-ben nagy nehezen sikerült kivédeni, hogy a sorosik elvigyék ezt a dolgot, Brüsszelben roma mindenféle központ legyen, és hogy onnan Brüsszelből központosítva mondják meg, hogy kell felzárkózás politikát csinálni. És még másfél évig ment az, hogy sok pénz volt benne, ugye nyilván a sorosik a pénzt akarták belőle, nem a melót, amíg mi nem jött a migrációs válság. Ki beszél a migrációs válság óta a cigányokról? Ki beszél önökről? Rólatok. Egy büdös szót nem lehet hallani cigánypolitikáról, mintha elvágták volna. Jött a migrációs válság, abban jobb pénz van, mert sok milliárd euró van összességében. Ha valaki nem hinné, az amerikai belpolitikának az egyik nagy témája most az elmúlt hetekben, hogy azt hiszem 5 vagy 6 milliárd dollárt szedtek össze azok a szervezetek, amelyek az ottani déli határon az illegális migrációt segítik. Annyi landolt Amerikában a migrációt segítő szervezeteknek. A sorosik azonnal váltottak. Egy büdös szó nincs felzárkózás politikáról, cigány politikáról az Európai Unióban. Szegény Lívia is küzdött még utána évekig két ciklusban ugye az Európai Parlamentben, alelnök volt, nem volt képes figyelmet irányítani rá, mert 15-től az illegális migráció mindent elvitt. És nálunk folyt az a munka, folytatódott az a munka, mert a felzárkózási programokat mi beleépítettük a normál európai projektekbe, GINOP-ba, mindenféle olyan programokba, amelyekben értelmesen, teljesítmény alapon elszámolva, tehát ennyit a korrupcióról egyébként, és pontosan tudjuk, hogy mennyi pénz ment egyébként azokba a közösségekbe, infrastruktúra fejlesztésbe, közösségi élet fejlesztésbe, biztos kezdett gyerekházakba, tehát hogy fel tudjuk törni azokat a valóságos problémákat ott lenne a terepen, ami az ott élő, 10 000 számra élő cigány emberek számára a valódi problémát jelentette. Nem jogfosztottak voltak, hanem egyszerűen nem volt hozzáférésük ahhoz, amihez nekünk évtizedeken keresztül, vagy generációkon keresztül volt. Oda kellett vinni az óvodát, oda kellett vinni a bölcsödét, munkahelyeket kellett teremteni, és én megmondom őszintén, nekem az jó érzés volt látni, bár most az M3-ason már nem lehet közlekedni, hogy az elmúlt 10 évben, amíg építkeztünk, hogy mentek hét elején a mikrobusszal a cigányaink fel Budapestre, meg a nagy építkezésekre, melóztak, vittek haza pénzt, és valami megváltozott. És ha nekem nem hívnék el, hogy ez egy látható fejlődés, az Uniós Statisztikai Hivatala mutatta be, ugye nekik volt, vagy van egy ilyen mutatójuk, úgy hívják, hogy szegénységnek kitett emberek száma és aránya. Amilyen egyébként azt hiszem 9 kritérium alapján mérik, a hülyeség az egész, mert nem így kell mérni, de mondjuk azt, hogy ez objektív. Nem mi mondjuk, ők mutatták ki, hogy mi megfeleztük a számát és az arányát azoknak az embereknek, akik a szegénységnek hivatak. De hogy feleztük meg? Munkához juttattuk őket, előre menete volt, sose fogom elfelejteni, Borsod Ivánkán, vagy nem tudom hol voltam. A lényeg, ami lényeg, hogy tehát két választási kampányon ezelőtt, és a Borsgyárba járnak dolgozni onnan a cigányok egyébként Miskolc mellé, és az egyik műszakvezető, cigány ember oda jött hozzám, és azt mondta, hogy na maguk nélkül én sose lettem volna műszakvezető. Egy megbecsült, jó fizetéssel bíró, rendezett körülmények között élő cigányember, akinek az kellett hozzá, hogy emberként szóljanak hozzá, megkapja a lehetőséget, beállt, megmutatta, hogy mire képes, és vitte magával a közösségét. És szerintem nekünk ezt kell csinálni. És igen, amikor ezt önöknek kell elmondani a saját közösségükben, amikor tőlünk jogtalanul elveszik egyébként a Magyarországnak járó forrásokat, azt nem a Mészáros Lőrinctől veszik el. Ezt el kell felejteni. Ha nem Mészáros Lőrinc, akkor találnának mást. Most mondom. Tehát ez a játéknak a lényege. És ráadásul Mészáros Lőrincnél nincs körbetartozás, ki vannak fizetve az emberek, és én tudom, hogy bánik a saját dolgozóiban.
de azt a pénzt maguktól veszik el. Mert Magyarországon még mindig az Európai Unió 10 idézőben legfejlettebb régiója közül azt hiszem 4 nálunk van. Beleértve a Tisza zugott meg ennek a Tiszának ezt a belső részeit, de ugyanúgy Baranyát, tehát így szigetszerűen szétszórva az országon ott vannak ezek a helyek, és ezeket hiába igyekszünk, önmagában magyar forrásokból, fejlesztési forrásokból nagyon nehéz megmozdítani, erre vannak az Európai Uniós források. Visszatartják, nem Mészáros Lőrinctől tartják vissza, hanem maguktól. A lényeg, ami lényeg, hogy higgyék el nekem, hogy nem vagyunk egyformák, nem élünk egyformák, tehát én nem fogom a Lőrincet abban megvédeni, hogy hogy él meg, mit csinál, az az ő dolga, az ő felelőssége, de hogy inkább legyen több belőle, mindig ezt szoktuk mondani. Mert hogyha nálunk marad az a pénz, a magyar tőkéseket erősítés itthon marad, és nem a, most bocsánat, hogy kimondom a nevét, a Strabag, meg a nem tudom, ki viszi el, mert sose volt baj. A sose baj, hogy a Kolasz meg a nyugat-európai útépíték viszik el az autópályaépítés. Az nem baj, ugye? De az, hogy idehaza azt az 5%-nyi vagy 7%-os profitot, amit el lehet tenni egy ilyen beruházáson, a magyarok teszik be el, az még mindig baj. Tehát ezt szerintem engedjük el. Az a pénz, ami nekünk jár, az önöktől veszik el. És itt szerintem Karszagon nem kell mondani. Öntözési projekt, itt a múltkor beszéltünk egyébként elnök úrral arról, hogy itt vár magára, hogy itt van egy adottság, amihez pénzforrás kellene, és a fejlesztési forrásokban pont ilyenekre kértünk pénzt, hogy a klímavédelem, illetve a mezőgazdaság fenntartható fejlesztése szempontjából az öntözési rendszereket tudjuk erősíteni, élőhelyfejlesztésben lehetne ezzel foglalkozni. Ezt a pénzt, amit visszatartanak tőlünk, azt innen önöktől tartják vissza. Nem Mészáros Lőrinc, szerintem jól el van enélkül, mert dolgozott eleget meg már. Ezt kell megérteni. Mondva csinált okokból, politikai okokból nem adják ide nekünk azt a pénzt, ami objektív szempontok alapján kellene, hogy járjunk. Úgyhogy az Ádámnak lesz mit csinálni az Európai Parlamentben, mert nagyon sokszor fogjuk még ezt a dolgot elmondani. Köszönöm szépen államtitkár, köszönöm szépen Zoli, és én meg tudom erősíteni azt, amit Farkas Laci mondott, és itt van Tiszabő alpolgármester is. 10 év alatt, 14 év alatt rengeteget változott a helyzet, hiszen tudjuk azt, hogy hány család volt, aki szó szerint éhezett hónap közepétől, nem tudott fűteni, milyen problémák voltak, és most azt látjuk, hogy egyre több gyerek tanul középiskolába, egyre több gyerek tanul felsőfokú képzettségbe, és ez a kitörés, a munka és a tanulás ezeknek a közösségnek a kitörési pontja, és ha jó vezetőik vannak, akkor jó példában járnak elől, akkor ez a kitörést még jobban erősíti. Én nem látok több jelentkezőt, de megadnám a szót dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak, úgyhogy egy ilyen zárszót mond, amit meg fogunk hallgatni, mielőtt bezárnánk a beszélgetést. Szeretettel köszöntök mindenkit, és hát gratulálok kiváló vendégeinknek, előadóinknak, hogy egy igazán átfogó képet vázoltak előttünk. De elmúlt években, évtizedekben sokszor voltunk már ebben a körben együtt, ha nem is mindig pont ebben a személy összetételben, és amikor a választások előtt arról volt szó, hogy mi a tét, hát akkor ugye az ország fejlődése, sőt még azelőtt, hogy kelet vagy nyugat, a jövedelem, miképpen lehet megélni, mi a megélhetés útja, az ország milyen pályát fusson be, téma volt a migráció, az erőszakos betelepítési kísérletek, hol tart az ország, és mi lesz a jövőben, ez most is a kérdés, de egy más szempontból. Itt az elhangzottaknak a vége, aztán hozzátartozik azt, hogy az elmúlt 14 évben Magyarországon az ország által megtermelt jövedelem az körülbelül duplájára nőtt, vagy még lehet, hogy nagyobb mértékben is, ez mindenkit érint. Végigmegyünk az utcákon, látjuk a felújított házakat, az új kocsikat, azt, hogy a táj és a települések egyre inkább nyugati jelleget öltenek. Felújított házak, gondozott kertek, szép udvarok, nyírod gyepe, új burkolatok, járófelületek, megújult község és városközpontok, minden iskola, minden középület felújítva. Tehát ugye szépen haladunk egy irányba, 10 millió embernek a munkáját ez szépen mutatja. És akkor a mostani alkalom az bizony elgondolkoztat bennünket, különösen akik a hidegháború végét már átéltük, amikor megkönnyebbültünk attól, hogy egy katonai szemben álló két tömb éppen itt a mi területünkön készül egy háborúra, vagy annak az elkerülésére, de mindenképpen egy feszültség zónában éltünk. Tehát ezt úgy megnyugvásra vettük tudomásul, megszűnt a Varsói Szerződés, vége a hidegháborúnak.
És aztán egyszerre itt vagyunk most, amire nem igen készült senki se, egy háborús fenyegetésnek a kellős közepén. Sőt, tegnap a Pico elleni merénylet, az a feszültségnek a robbanása egyben, élesítették a bombát, élesítette a bombát valaki, és aki eddig azt hitte, hogy ez egy ilyen távoli vita, vagy a médiából ott a politikusok, vagy az elemzők mondanak valamit, hát az látszik, hogy nagyon tévedett. Véresen komoly a történet, az első lövés már itt a közelünkben is eldördült. Volt már ilyen Szarajevóban, volt már ilyen az első világháború idején a francia országgyűlésben, ahol a leginkább békepárti politikustól úgy szabadultak, hogy egyszerűen lelőtték. Tehát erre a történelemből vannak példák. Élesítették a bombát. És nehogy azt higgye valaki, hogy akik a háborúra készülnek, azok nem gondolják azt komolyan. Ők már korábban, mielőtt nyilatkoztak, elkészítették a felkészülést, a fegyverkezést, a fegyverrendszereknek az átvizsgálását, és akkor fognak beszélni, amikor ezen már túl vannak. Nem majd utólag, hogy mondott valamit egy francia elnök, aztán a hadsereg majd elkezdett mozgolódni, meg készülődni, nem. Ők már ezen túl vannak. Tehát sokkal közelebb vagyunk sajnos, és miniszterelnök úr mindig utalt erre, sokkal közelebb vagyunk a tényleges konfliktushoz, mint egyébként, hogy az kinéz, mert hozzánk csak a külvilágból, a média szűrőjén keresztül jut el az, ami eljut. Tisztelt hölgyeim és uraim! Elhangzott, és én is egyetértek azzal, hogy bármilyen háború itt a térségben mindent le tud rombolni. Az országot, a családokat, mindazt, amit a nagyszüleink, a szüleink, mi magunk és a gyerekeink építettek és építenek. Hát a korábbi háborúkban is ez történt. A családokat tönkre tudja tenni. És kérdezem én, hogy van itt valaki, aki komolyan gondolja azt, hogy az oroszok ellen akar harcolni? Van itt valaki a teremben, a városban, a választókerületben? Mert hogyha azt mondjuk, hogy harcolunk állítólag Ukrajnában és hadba vagyunk, az oroszok ellen, éppen jó, hogy nem a Donkanyarnál. Hát rendkívül fontos kérdés, és akik ugye oda küldenék a piainkat, vagy akár bennünket is, hiszen már Ukrajnában nincsen korhatása lassanként a bevonultatásnál, azok jó lenne, hogyha önmagukban nézjenek, és amikor ez a téma napirendre kerül, akkor szembesülnének a helyzettel, meg azzal, amit mi mondunk nekik. Mert a következő lépés az, hogy mi most itt vagyunk, és a médián keresztül nyilván sokan fogják majd ezt követni. Hát el kell mondanunk mindenkinek, hogy emberek, ti akartok harcolni az oroszok ellen. Elhiszi azt valaki, hogy Macronnak sikerülni fog az, ami Napóleonnak nem sikerült, ami Hitlernek nem sikerült, hogy majd legyőzik Oroszországot, az atomhatalmat, a szuperhatalmat, aki majd megnyomja a gombot, hogyha esetleg megszorítják. És nem lehet azt mondani, hogy elnézést, lelkiismereti okok miatt majd nem fogja bevetni valaki az atomfegyvert. Kik mondják? Az amerikaiak, akik már bevetették, akik ledobták Japánba. Sokkal közelebb van a konfliktus, mint amire gondoltunk, mint amire számítottunk, mint amit egyébként a katonai tervezők is becsültek. És ezért igazán fontos kérdés az, hogy a béke, háború vagy béke dolga, az most dől el a szavazóunáknál, a választáson. És csak a Fidesz az a párt Magyarországon, a Fidesz-KDNP pártszövetség, amely egyértelműen azt mondja, hogy béke kell, nem kell háború, az a háború nem a mi háborunk, mi nem akarunk az oroszokkal háborúzni, meg az ukránokért, vagy ebben a szláv vitában részt venni, ehhez nekünk nincsen közünk. És akkor tudunk eredményesek lenni, akkor tudjuk megóvni az országot, hogyha elmondjuk mindenkinek az elkövetkező 3 hétben azt, hogy emberek, akartok ti az oroszok ellen harcolni? Na hát akkor legyen inkább béke, éljünk békében. Tehát az X-et a következő választáson a Fidesz-KDNP jelöltjei mellé kell tenni. Polgármester jelöltek mellé, megyei közgyűlési jelöltek mellé, az önkormányzati képviselőinek a nevei mellé kell tenni. És akkor a saját lelkiismeretünkkel és a felelősségtudatunkkal, a korosztályunkért, a generációnkért és az utánunk következőkért is el tudunk számolni. A magunk területén megteszünk mindent ezáltal. Mondjuk el mindenkinek. Csak a Fidesz, legyen béke, ne legyen háború. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Köszönöm szépen miniszter úrnak, egyértelmű és konkrét volt, mint mindig, úgyhogy egyenesen fogalmaz. Úgyhogy én is köszönöm az előadóinknak, a kedves közönségnek a türelmet. Sokkal jobb lett volna egy jobb hangulatú, vicces fórumon részt venni, de tudjuk, hogy nehéz és nagy döntések előtt állunk. És hogyha ezzel nem vagyunk tisztában, akár hibázhatunk is. És nem csak egy apró hibát vétünk, hanem generációk, gyermekeink, unokáink jövőjéről is tudunk dönteni. Látjuk azt, hogy olyan sorsfordító pillanatok alatt áll Európa, és olyanok alatt állunk és szemben állunk, ami lehet, hogy túlmutat rajtunk. De mindenkinek van felelőssége a saját és környezete életéről. Nekünk is van. Van szavazatunk, van hangunk, van döntési lehetőségünk. És hogyha ezt nem fogjuk kihasználni, nem szólunk a barátoknak, ismerősöknek, szomszédunknak, hogy döntési helyzet van, és jól kell dönteni, akkor a mi lelkiismeretünkön is szárad az, hogy utódaink jövőjét el fogjuk szúrni. Látjuk azt, hogy ha hagyjuk az őrülteket, és az őrülteket fogjuk követni, akkor generációkra meg tudjuk nyomorítani ezt az országot. Aki tanulta a történelmet, az látta, hogy Magyarország a történelemben nagyon sokat szenvedett. Nagyon sokat tud szenvedni, és ami igazság, hogy Nyugat-Európa nem kezel bennünket partnerként. Feláldozhatónak tart bennünket, akár gazdaságilag, akár háborús politikájában. Ezt kell nekünk megakadályozni, ezért kell olyan Európa parlamenti képviselőket választani, akik küzdeni fognak. Lehet, hogy még nem tűnik olyan keménynek, mint hogyha itt a Nagykunságban vagy a Tiszazugon lenne, de figyelni fogunk rá, és edzeni fogjuk, és tudni fogja azt, hogy mögötte állunk, mert nekünk fontos az ország jövője, és egy Európa parlamenti képviselőnek tudni kell, hogy miért küzd és kiért küzd, és amikor hátra néz, akkor nem azt látja, hogy egyedül van, hanem azt látja, hogy mindannyian mögötte állunk, egy nemzet áll az Európa parlamenti képviselőink mögött. A Fidesz és a KDNP és Európa parlamenti képviselőik között, mert egy Cseh Katalin, meg egy Donát Anna mögött az a pénz áll, amit ő neki havonta kifizetnek. Én még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy eljött, nagyon sok feladatunk van, az önkormányzati választáson és az Európa parlamenti választáson jól kell dönteni, jó polgármestereket, jó képviselőjelölteket kell választani, jó megyei közgyűlést, és ha jó megyei közgyűlést választunk, akkor jó elnök is lesz, és jó Európa parlamenti képviselőket, akik mögött mi állunk.